bizonyára ismeretes önök előtt, hogy a magyar állam bevásárolta magát Mészáros Lőrinc cégében, volt cégébe, a Mátrai erőműbe. Nagyon sokan nem tudják, hogy a Mátrai erőmű területén ipari parkként működve több olyan cég is van, amely Mészáros Lőrinc, illetve családtagjai birtokában van. Éppen ebből adódóan két dologgal szeretnék foglalkozni. Az egyik ebből az állami bevásárlással kapcsolatos ügyből kifolyólag, a másik pedig tegnapi nap folyamán megjött néhány írásbeli kérdésemre a válasz, de ez újabb kérdéseket kell, hogy föltegyen. Talán emlékeznek rá, hogy a vásárlást megelőzően, mármint hogy az állami tulajdonba kerülést megelőzően, volt egy súlyos baleset a Mátrai erőmű területén. Egy 29 éves fiatalember meghalt, mert az agytározó gátja megrogyott, és a erőgép, amellyel dolgozott a fiatalember, maga alá temette őt. Én ennek kapcsán több kérdést, hangsúlyozom, 11 vagy 12 kérdést intéztem a területet irányító miniszterhez, és a válaszokból az derült ki, hogy a zagytározóban nincs veszélyes hulladék, ezt én értem, hogy a működésből adódó salak és gipsz hulladék kerül elhelyezésre, de nem adtak választ arra, hogy miért ázott el ez a gát, miért rogyott meg közel 20 méteren keresztül. Nem adtak választ továbbá arra, a kérdésemre, hogy a gipszen és a erőműi melléktermékeken kívül valamilyen más környezetkárosító anyag volt-e a zagytérben. Kitért arra a válaszadó miniszter, pontosabban az államtitkár, hogy jelenleg is eljárás van folyamatban, rendőrségi vizsgálat, amelyet a gyöngyösi rendőrkapitányság folytat le. Hölgyeim és uraim, ennek kapcsán, mármint hogy a haláleset kapcsán egyértelművé vált számomra, hogy írásbeli kérdést kell ismételten föltennem az illetékes miniszterhez, mégpedig arra vonatkozóan, hogy került-e más szennyező anyag az erőmű zagyterébe. Továbbá szeretném megtudni a minisztertől, mert erre se válaszolt, miközben én ezt megkérdeztem, hogy a külső cég, amelyik szerződésben van, a neve Szénégető, hangsúlyozom, Szénégető Kft. Külső cég milyen karbantartási tevékenységet folytat az erőmű területén, és melyek azok a tevékenységi körök, amelyet az erőmű saját karbantartó Kft.-je végez. Ezek nagyon fontos kérdések, mert ha erre szakszerű és hitelt érdemlő választ fogok kapni, akkor világossá fog válni, hogy melyik tevékenységért ki a felelős. A másik kérdés, ugye az állam gyakorlatilag beszállt a fekália üzletbe. Senki nem foglalkozott vele, mindenki csak az adásvétellel bíbelődött itt karácsony előtt. Nem vett tudomást arról, hogy ahogy említettem, az ipari parkban Mészáros Lőrincnek több cége is van. Ilyen cég például a Viresol, amelyiknek az vezérigazgatója Mészáros Lőrinc lánya, és ez a Viresol cég, ez egy keményítőt előállító, illetve alkohol lepárlással foglalkozó cég. Ez egy elég bűzös vállalat. Természetesen a szó átvitt értelmében. Ezen túlmenően meg kell, hogy jegyezzem, Mészáros Lőrinc lánya, aki ennek a cégnek a vezérigazgatója, ő a felügyelő bizottság elnöke az erőműnél. Emellett van egy cég, a Geosol nevű cég, amelyik veszélyes és nem veszélyes hulladék feldolgozásával foglalkozik. Azért hoztam példaként azt, hogy mindenki az erőmű adásvételével volt elfoglalva, de közben egy héttel az adásvételt megelőzően a Geosol, amelyik veszélyes és nem veszélyes hulladék feldolgozással foglalkozik, módosította a környezethasználati engedélyét, és a hatósági engedélyek szerint olyan mennyiségben módosították a nem veszélyes hulladéknak minősülő szennyvíziszap előkezelését és feldolgozását, amelyre eddig nem volt példa az erőmű történetében. Szeretném, hogyha a jövőben ezzel a kérdéssel is tudnánk foglalkozni.
Más egyéb olyan ügyet, amely a tulajdonváltással kapcsolatos, én most nem hozok szóba, hiszen Tóth Bertalannak, a párt elnökének részben írásbeli kérdése van bent, és közadatigénylése is van bent az illetékes tárcánál. Ahogy említettem, december 10-én került sor a környezethasználati engedély módosítására, ezzel kapcsolatosan pedig a kérdésem a következő. A Geosol, amelyben most már tulajdonossá vált a magyar állam, hiszen az erőmű többségi tulajdonosa az MVM lett, hoz-e be külföldről szennyvíz iszapot? Hoz-e szennyvíz iszapot Visontára? Hoz-e a Geosol területére? És semmisíte meg az erőműben vagy a zagytérben külföldi szennyvíz iszapot? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni a következő időszakban. Én azt hiszem, hogy január második felében ebben a témában is fogunk találkozni, hiszen 15 nap áll rendelkezéseire a miniszternek arra, hogy válaszoljon az írásbeli kérdéseimre. Köszönöm szépen, én ennyit kívántam előre, elsőre elmondani.